Karcagváros kultúrájáért díj, horgászok tervei, új százasokkal fizethetünk a karcagi boltokban is, a Városgondnokság idei tervei. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjalapításáról és adományozásáról szóló 19/2016 10.28. rendeletben biztosított feladatkörébe eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Harsányiné Szabó Ilona, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa részére. Általános iskolai tanulmányait Karcagon végezte, majd a szolnoki Tiszaparti Gimnázium énektagozatán érettségizett. 1988-ban óvodapedagógusi diplomát szerzett a szarvasi Brunszik Teréz főiskolán. Pályáját a Takács Péter úti óvodában kezdte. 1997-től a Zöldfa úti tagóvodában dolgozik óvodapedagógusként, 2002-től tagintézmény vezetőként. Elhivatott pedagógus egyéniség, állandó megújulásra képes. Fontosnak tartja a folyamatos továbbképzést, tanulást. A vezetői feladatok magas szintű ellátása érdekében 2012-ben szakvizsgázott vezető óvodapedagógus lett. Kiemelt, sikereket ért el tagóvodájának nevelőközösségével 2018-ban. Elnyerték az örökös zöld óvoda címet. A szülők bevonása az óvodai életbe rendszeres, színvonalas. A Mihály napi vásár, a nyárnyitogató, gyermeknapi családi délután. Szakmai példamutatásával, alázatával, elhivatottságával képes volt az óvodai pedagógiai kultúrát megújítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekek ellátása az esélyteremtés terén 2017-ben mesterpedagógussá vált. 2018-ban megkapta a Madarász Imre Egyesített Óvoda évpedagógusa díját. 2019-ben a Zöldfa úti óvoda megújulásához szakmai tudásával, kiváló szervezőkészségével, odaadó tevékenységével járult hozzá. A Madarász Imre Egyesített óvodapedagógusa, a Zöldfa úti óvoda vezetője, Harsányiné Szabó Ilona és Karcagváros kultúráért díjat kapott. Szeretnék ehhez gratulálni, és ahogy elmondták, hogy hány éve van a pályán, szinte hihetetlen. Köszönöm szépen a fenntartó önkormányzatomnak, a intézményvezetésemnek, kollégáimnak a díjat, amelyet most megkaphattam, és valóban már 32. éve vagyok a pályán, és ezáltal nagyon sok minden átéltem már a évek során. Itt szokták mondani, hogy a pedagógusok fáklyaként viszik az óvitól már a gyerekeket a kultúra felé. Óvisokkal azért még nehezebb egy picit a kultúrájuk, még inkább egy kicsit a játékosság, de azért a Zöldfa úti óvodában nagyon komoly hagyományőrzés is zajlik, és ez, azt gondolom, hogy ez is része a magyar kultúrának. Igen, évek óta megpróbáljuk a családokat bevonni az óvoda életébe, ezért olyan rendezvényeket szervezünk, ahol a szülők aktív részesei lehetnek ezeknek a rendezvényeknek. Olyan népi értékeket, hagyományokat hoztunk be az óvodánk életébe, ami ma már nem csak kuriózumnak számít, hanem tehát ezt már évtizedek óta ápoljuk, illetve ezt mindig továbbfejlesztve, egy kicsit gazdagítva próbáljuk új élményekhez juttatni a gyermekeinket. Számára a magyar kultúra mit jelent? Tehát mondjuk menjünk végig, hogy mi a kedvenc verse, esetleg van-e ilyen zenéje? Egy picit meséljen a saját kultúra élményéről. Nem szeretnék egyet sem kiemelni, nagyon közel áll hozzám a zene, és mint óvónéni a mese. A mese a magyar népmesék, illetve a mondák, melyet a gyerekekhez szeretnénk átörökíteni, és a gyerekeken keresztül esetleg a szülőket is egy kis szemléletformálással olvasóvá, illetve magyar népmese ismerővé varázsolni. Hogyan látja, mennyire tudják bevonni a szülőket ezekbe, és mennyire terjed otthon, hogy amit a gyermek hazavisz élményt, azt megbeszél a szülőkkel, és esetleg ebből elindul valami, hogy közösen olvasnak, közösen mennek el megnézni valamit, amivel esetleg az óviba foglalkoztak.
Igen, ez nagyon fontos nekünk, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket szemléletét formáljuk. A mindennapi meséket a gyerekek hazaviszik, otthon egy kicsit még tovább mesélik, aztán a mindennapokban ezt dramatizálva eljátszuk, és ez olyan élményt nyújt a gyerekek számára, hogy megpróbálják a szülőket is ezáltal bevonni ezekbe a játékokba, és otthon is kiosztva a szerepeket, és eljátszani a mesét. És örömmel mondhatom, hogy a szülők nagyon aktívak, rendezvényeinkben akár mesejátékkal is be szoktak kapcsolódni. Itt hallottuk a méltatásban, meg hát tudjuk is, hiszen ott voltunk, amikor az évóvonója lett, tehát ez nem az első elismerés már, de láttam, hogy egy kicsit meghatódott, ahogy átvette a polgármester úrtól a díjat. Mit érzett? Hát nekem ez, amikor ezt a díjat én megkaptam, a polgármester úr levelét karácsony napján, ez nekem egy akkora meglepetés volt, hogy bearanyozta az egész karácsonyunkat, az egész családomért, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte mind a vezetőimnek, mind pedig az fenntartó önkormányzatunknak. Tehát nagyon boldog voltam, és tényleg meghatódtam, mert nem számítottam rá, hogy ezt a díjat most megkaphatom, de nagyon szépen köszönöm. Egyszer gratulálunk, és jó munkát kívánunk a kis óvodásai között. Köszönöm szépen, a Karcok Televízió minden nézőjének, és hasonló eredményeket kívánok minden pedagógus kollégámnak. Idén is több alkalommal szeretne halat telepíteni a 7 hektáros téglagyári tóba. A Nagykun Horgász Egyesület és legalább 3 versenyt is tervezne tagjainak. Tudtuk meg Kalocsai Lászlótól, a Nagykun Horgász Egyesület elnökétől. Még nem fagyott be a tó. De ha ez megtörténik, a legfontosabb feladatuk a návd vágása. Ha a jégvastagság engedi a tóban, és ha nem, akkor csak a part szélén lesz meghirdetve a társadalmi munka a tagjainak, mondta az elnök. A legfontosabb feladat ugye itt a tónál a nádnak a levágása, mondjuk az a jégvastagságot fog majd függni úgyis, hogy benn is le tudjuk vágni a nádat, vagy csak a part szélén, majd ez meg lesz hirdetve a hírmondóban, hogy a tavon horgászoknak mikor lesz a társadalmi munka, amiben nagyon fontos, hogy a nád le legyen vágva legalább a part mentén. Még javában tart az engedélyek kiváltása, de a szakember bízik abban, hogy a tavalyi évhez hasonlóan fog alakulni a létszám. Tavaly 656 felnőtt horgász és 110 gyermek horgász váltott engedélyt. Hát reméljük, hogy annyian váltanak horgászengedélyt ma a városban, mint tavaly. Tavaly durván olyan 650-660 felnőtt horgász volt, illetve olyan 110 gyermek horgász, aki váltott engedélyt. Hát reméljük, hogy az idén is fognak, mert azért hallja az ember, hogy azért majd én is szeretnék horgászni, másik is mondja. Fontos, hogy a horgászvizsgát kell tenni a horgászás előtt annak, aki szeretne horgászni. Ez most Berekfürdőben van. Nagyon fontos dolog még, hogy a horgászvizsgát is ugye azt le kell tenni valami, hogy mielőtt valaki szeretne horgászni. A horgászvizsga a Berekfürdőben van, hogy lesz, mint lesz, azt nem tudni, mert ott is változott a horgászvizsga. Az első negyed évben meg írásos formában kell lesz horgászvizsgát letenni, de utána már számítógépen kell letenni, és azt lehet, hogy nem fogják felvállalni, mert azért az több 10 000 forintos beruházás, laptopokat venni, hogy azon le lehessen vizsgázni. Úgyhogy szerintem, ahogy beszéltem Karsaival is, a Berekfürdőnek az elnökével, aki a vizsgáztatást végzi, ők azt nem fogják bevállalni. Az Egyesület az augusztus 20-a körüli verseny mellett ősszel gyermekversenyt és a tagjainak házi versenyt tervez, és ehhez többszöri haltelepítést is. Ugyanúgy szeretnénk az augusztus 20-ai versenyt, és azt már épp megkaptuk a dokumentumot, hogy azt ki kell tölteni, és 15-ig át kell küldeni a városi rendezvény naptárt, hogy meg tudják csinálni, de hogy még a gyerekversenyt, azt mikor tudjuk, azt még nem tudunk meg. Tehát valamikor ősszel úgy, hogy előtte tudjunk telepíteni, hogy a gyerekek is élvezék a fogásokat azért. A nyáron is a halállomány életét biztosítani fogják. Ehhez a legfontosabb a tó vízminőségét fenntartani, mert ha nem sikerül, az a nagy katasztrófát okozhat. Ehhez próbálnak pályázni is, majd megyei és országos szövetségi pénzekre. A legfontosabb, hogy a tónak a vízminőség itt fenntartani, mert hogyha az nem sikerül, akkor sajnos az nagyon nagy katasztrófát okozhat. Tehát mindenféleképpen ez nagyon fontos, hogy a tó vízminőségét tartsuk, és ez a legfontosabb. Mindenféleképpen próbálunk pályázni, majd meglátjuk, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva a MOHOSZ által, és majd utána tudunk ebbe valamit, illetve más
helyről esetleg megyei szövetségtől pályázni, még ezt nem tudjuk, hogy majd mi lesz. Mivel még nem adták le a fogási naplót, nem tudni mekkora volt tavaly a legnagyobb hal, de a tóban élnek 50-60 kilós halak is. Tavaly fogtak több kilós harcsákat, pontyokat, de ehhez szerencse és türelem is kell, állítja az elnök. Fogtak ilyen nagy harcsákat, az elmúlt évben is fogtak harcsákat, nem tudom, még pontosan mondom, hogy mekkorákat, mert ugye a fogási naplók nincsenek még leadva, és nem tudom meg még így elmondani, de fogtak itt azért egy pár harcsát, és fogtak nagyobb amúrokat is fogtam, amiről hallottam. Pontyot is fogtak. Tagjaik közül sokan a természet szeretete, a jó levegő, a csend miatt jönnek a tóra horgászni. Sokan vissza is engedik a kifogott halat. Az egyesület az egyszeri halásítási költséget felére csökkentette, azaz 14 ezer forintot kell fizetni. Aki ettől az évtől szeretne a horgásztóra jönni, horgászni, annak a egyszeri halasítás költségét azt lecsökkentettük felére, tehát 14 ezer forint, illetve mi a területi jegyek árába emelést nem csináltunk, ugyanannyi lesz a területi engedély, mint az elmúlt évben. 2020-ban a téglagyári tó mellett több százan váltanak majd területi engedélyt. Karcak környékére, mert sok természetes víz van, és ott is fogtak tavaly szép halakat. A Karcagon és a környéken nyaralók közt is voltak többen napi egyel horgászni. Várhatóan ez idén is így lesz. Ha szerencse is úgy akarja, akár 30-50 kilós harcsák is horogra akadnak majd idén. A második negyed évben kerülnek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék, mellettük a jelenleg használt 100 forintosokkal is lehet majd fizetni, tájékoztatták televíziónkat. Az új 100 forintosok külső megjelenése és legfontosabb paraméterei változatlanok maradnak. Alapanyaguk azonban acél helyett réz-nikkel-cink ötvözet, amely a tapasztalatok szerint stabilabb működést biztosít az automatákban, mint az acél alapanyagú érmék. A jelenleg használt 100 forintos érmék továbbra is forgalomban maradnak. Az érem elfogadó automaták felkészítése az új 100 forintosok kezelésére már tavaly októberben elkezdődött. Akik még nem készítették fel berendezéseiket az új érmék elfogadására, tegyék meg. Az ehhez szükséges beállítások elvégzéséhez az üzemeltetők egyszerű címletváltás keretében tesztérméket igényelhetnek a Magyar Nemzeti Banktól. Írja a televíziónkhoz eljutatott közleményében a jegybank. Hírstúdiónkban már itt van Molnár Pál, önkormányzati képviselő, a Városgondnokság vezetője, aki az idei tervekről ad tájékoztatást. Stúdiónk mai vendége Molnár Pál, az egyes számú választó körzet képviselője, önkormányzati képviselője, illetve a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit én is. Napjainkban minden területen megjelenik a varázsszó, a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés. Gondolom, hogy ez a Városgondnokság berkeiben is megjelent. Ezzel kapcsolatban milyen lépéseket tettek, illetve milyen elképzelések vannak? A Városgondnokság életében mindig nagyon fontosak voltak, de nekem személy szerint is nagyon fontos az, hogy egy olyan megfelelő körzetbe élhessünk, amelyet majd át tudunk adni a gyerekeinek, unokáinknak is, ahogy a hőseink is nekünk is átadták. Ebben a felgyorsult világban én úgy érzem, hogy maga az élet is hozza azt, hogy jóval nagyobb azoknak az anyagoknak a megjelenése, amelyek a körzetbe kerülve nem bomlanak be, az üvegház hatást növelik, rontják a klímáját, szennyezik a vizeinket. De maga nem csak a termékek ilyenek, hanem maga a termelés is, a termelés során is nagyon sok olyan káros anyag kerül be a körzetbe, amelyre mindenféleképpen oda kell figyelni. A tudós társadalom is megoszlik abban, hogy most az embernek ez a úgynevezett globális felmelegedéshez van-e köze, az tény, hogy globális felmelegedés van. De ha ismerjük azokat az adatokat, amelyekkel próbáljuk alátámasztani azt, hogy igenis az embernek köze van a globális felmelegedéshez, elég, hogy csak azt megemlítem, hogy a 19. században megtalálható erdőborításból a kétharmad részt az ember már kivágta. Tehát ahhoz képest meglévő erdőknek már csak 30-40%-a található meg, és ahhoz, hogy ezt pótoljuk, egy dán kutatócég készített ezzel kapcsolatosan egy statisztikát, a 7 milliárd ember közül mindenkinek 500 fát kellene ültetni, hogy ezt a kétharmadot vissza tudjuk pótolni. Nyilván vannak olyan területek, amelyek
azért kerültek kivágás, hogy termőterület legyen, tehát olyan mezőgazdasági terméket termeljenek, amely a világ élelmezésében nagyon fontos feladatot töltenek be. Hogyha mindenki egy 200-300 fát elültetne, akkor magát a környezetet is sokkal jobb állapotba hozza az, hogyha megfelelő az erdősültség. Egyébként ezt a magyar kormány szaktárcája is felismerte, mert több mint duplájára emelte az erdőtelepítéseknek a támogatását 2020-ban, látva azt, hogy az erdősültség nagyon alacsony. Az ország egyébként el akarja érni azt, hogy kb. Egy 27-30%-os legyen az erdősültsége az országnak. Ezt a karszak tekintetében megemlítem, akár egy szörnyű adatot mondhatok, mert a 36 ezer hektárban mindösszesen 910 hektár az erdő borítottságú. Ez néhány százalék, 3-4%-ot ér el, amit mindenféleképpen növelni kellene. Egyébként a városgazdaság az elmúlt 10 évben 30 hektár erdőt telepített, az elmúlt 2 évben is volt erdőfelújítás, igaz, ezek nem új telepítések, hanem a meglévőknek a vágás érettségét, mivel elérték, ki kellett vágni és újat kellett telepíteni. Összeszámoltam, hogy körülbelül az elmúlt 10 évben 100 000-es nagyságrendű az a fászálló növény, amit a városgazdaság elültetett, a előbb említett közfoglalkoztatottak segítségével és az állományi kollégák irányításával. És úgy érzem, hogy ha valaki tesz a környezetvédelemért, és elültet egy-két fát, és nem csak elülteti, hanem ezt utógondozza, ápolja, mert ennek a fának föl kell nőni. A nagyon sok környezetvédelmi szervezet azt gondolja, hogy ha elültetek egy fát, akkor már mindent megtettem, majd nagyon sok mindent megtettem. A munka onnan kezdődik, azt évekig ápolni kell, nyommentesíteni kell, öntözni kell, ahhoz, hogy abból olyan fa legyen, amely segít a város, a ország és a világ levegőjét olyan szinten tartani, amely, ahogy említettük, fenntarthatóvá teszi a világban az életet. Minnyáján tennénk a saját környezetünkben a klímaváltozás ellen, akkor úgy gondolom, nem is lenne semmi probléma itt a Földön, de ez nagyon pozitív, hogy itt Karcagon erdőtelepítéssel, illetve ha végigmegyünk a városba, akár a városközpontba, itt is gyönyörű parkunk van a városközpontban, és a város más utcáiban is azért gyönyörű szép fasorokat látunk, illetve cserjéket, bokrokat. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben is ez így marad, illetve amelyek előregettek, azoknak az utánpótlásában esetleg a városgondnokság is segítőkezet tud majd nyújtani. Természetesen a városgondnokság tartja fönt ezeket. Uh-huh. Körülbelül 10 évvel ezelőtt egy átfogó program keretében alakítottuk át a városnak a főterét az egyik nagyon ügyes kertész kollégának, aki nagyon szívesen vállalta ezt a feladatot. Akkor az volt az elv, hogy olyan területeket, ahol zöldjepet szeretnénk pázsitakarót akarunk kialakítani, azt mindenféleképpen öntözhetővé kell tenni. Sajnos előbb említett klimatikus viszonyok olyanok, hogy öntözés nélküli zöldjepet a nyári időszakban nem lehet fenntartani. Ezeket öntözni szoktuk, a városlakói szokták látni, hogy esténként a nyári esti órákban elkezdjük őket öntözni, és ezért díszlenek szépen ezek a gyepek a legmelegebb nyári hónapokban is. Valamint szerettünk volna olyan örökzöld növényeket is beültetni, amelyek ezt a klímát tolerálják, meg tudnak élni ezen is. Igaz, hogy nagyon sok öntözéssel, de szerencsére pozitív visszajelzések vannak nem csak a város lakói, hanem az ide látogatók részéről is, hogy ez az irány jó, ezt az irányt kell mindenféleképpen folytatni. Természetesen folytatni szeretnénk ezt, minél több zöld felületet szeretnénk kialakítani. Azért azt is tudomásul kell venni, hogy a változó világgal azért egyre több olyan aszfaltozott és burkolt terület is kell, ahol a megnövekedett gépjárműveket, előbb említett gépjármű létszámnak a növekedését tudja a város fogadni. Ugyanis zöld területen, sáros, mélyfekvésű területeken nem lehet parkolni, és ahogy látjuk, gondolom ebbe egyetértünk, hogy rendkívül nagy számban megnövekedtek azok a gépjárműek, amelyek korábban nem voltak jelen. Elég, hogyha csak itt a reggeli 7-8 órás közlekedésre gondolunk, itt forgalmi dolgokról is beszélhetünk, de hogyha egy piaci napon, piacüzemeltetőjeként én tapasztalom, hogy gyakorlatilag a piac környékén 7 óra után piaci napokon, csütörtökén, nagy piaci napokon, csütörtökén, szombaton nem lehet parkolni, csak úgy, hogy kivárjuk, hogyha valaki esetlegesen befejezte a vásárlást és kiáll a személyautóval, de erre is többen szoktak várni. A parkolóterületeket mindenféleképpen növelni szeretnénk, még ha ilyet is mondhatok, ez nem szép tőlem, de végig kell mondani, még a zöld területek rovására is, mert parkolni kell. És apropó már, ha piacnál tartunk, azt mindenféleképpen szeretném megemlíteni, hogy
Az elmúlt években én azt tapasztaltam, de mondhatom azt évtizedben is, hogy a város talán egyik legfontosabb társadalmi érintkező helye a vásárcsarnok. Itt nagyon sokszor kimennek az emberek, és a vásárlás mellett megbeszélik ügyes vagy dolgaikat, információt cserélnek, de sokszor magáért csak a társadalmi érintkezés miatt is kimennek a piacra. A vásárlás már nem is történik, vagy csak minimális, de van egy olyan társadalmi érintkező hely, ahol meg tudják ezt valósítani. Magának az zárcsarnoknak a állapotát sikerült az elmúlt években javítani, szennyvízfelújítás, elektromos hálózatbővítés, valamint a tetőszerkezetnek a felújítása megtörtént, de látva az, hogy milyen lényeges a zöldségpiacnak is a forgalom, és az emberek életében, a karcang embereknek az életében, a vásárlóknak is, és a kereskedőknek is milyen fontos szerepet tölt be, pályázatot nyújtott be az önkormányzat, és sikeres pályázat lett az eredménye. Egy 100 millió forint keretösszegéig a zöldséges piac le lesz fedve, ahol mind a vásárlók, mind pedig a árusítók, eladók kultúráltabb körülmények között tudják portékáikat értékesíteni, valamint a vásárlók is kultúráltabb körülmények között tudnak vásárolni, nem lesznek kitéve az időjárási szottagságainak. Kedves igazgató úr, képviselő úr, köszönöm szépen az interjút, kívánok a munkájához további egészséget, kitartást, erőt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a meghívást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!